készült. Köszönöm minden kedves állatbarátnak, kutyás társamnak, hogy itt vagytok és együtt örülhetünk a mai napnak. Nagyon röviden megpróbálom elmondani ennek az emlékműnek a történetét. Volt egy nagyon kedves, egy szeretetre méltó kutyánk, mindannyian ismertétek. A lelkünkbe, azt hiszem, mindannyiunkba belemászott, és még ma is ott él benne. Benink 2013. március 13-án, ma 4 hónapja, hogy elment. Nekem az volt a gondolatom, az álmom, hogy ez a kutya ugyanúgy, mint Hachiko, megérdemli, hogy emlékművet állítsunk a részére, hisz 12 éven keresztül várta vissza halott gazdáját, beépült ide közénk, de ugyanakkor senkitől nem várta el, illetve nem igényelte azt, hogy örökbe fogadjuk. Mert mindig azt nézte, nyitva legyen a kapu, hogyha ő bemegy valahová, akár a junior céghez is, tudjon szabadulni, és visszavárhassa gazdáját. És ez az álmom úgy indult el, hogy először is gondolkodtam azon, egyedüli keresetből én ezt hogy tudom megtenni, de mindenféleképpen meg akartam tenni érte. Nem magamért, nem a hírnévért, Beniért. És akkor elkezdtem keresni szponzorokat, hogy ki az, aki mellém állna és segítene. Elmentem Dudás József úrhoz, a cinkotai kőfaragó mesterhez, kedves barátomhoz, és mondtam neki: Józsi, egy nagy gondolatom van, kérlek segíts hozzá. Létesítményt szeretnék Beni részére építetni, adnád-e a követ és a betűt vésnéd-e hozzá? És Józsi barátom azt mondta: Edith, a betűt azt tudom vállalni, de mivel betörtek hozzá, megfosztottak, így a követ nem tudom hozzáadni. Járkáltunk a kutyabarátokkal továbbra is, Beni már akkor nem volt köztünk, amikor Juhász László úrhoz tévedtünk, aki szintén ismerte a kutyát, és László azt mondta, hogy Edith, vállalom, a követ adom hozzá. A szívem repesett örömébe, azt mondtam, hogy ha csak egy kő áll és a betű, már ez is jó, de mégis azért valami pluszt tegyünk bele. Nem mertem elmenni Törley Mária művésznőhöz, mert gondoltam, hogy egy ilyen kis szürke veré bovónő mit keres ott egy ekkora embernél, akinek ilyen neve van, és a jóisten rám nézett. Betértem egy gyógyszertárba, és a művésznő előttem állt, köszöntem neki, és kértem, hogy várjon meg odakint, megtette. És mondtam, hogy Mária, szeretnénk Beniről egy domborművet. Megteszi, hogy megcsinálja? Edith, megtiszteltetés, hogy engem választott. Elváltak útjaink, és a művésznőnek én azt elfelejtettem mondani, hogy nincs pénz. Másnap fölhívtam őt, és mondtam neki: Mária, bocsásson meg, de én ezt egyedüli keresetből nem tudom fizetni. Edith, megcsinálom. Egyszerűen a lelkem most is olyan örömmel van tele, és mégis nem tudom nektek szavakba önteni, de ennek a 3 embernek nagyon hálás vagyok a munkájáért, hálás vagyok azért, hogy az álmomat teljesítették. De ez még mindig nem volt elég. Kellett mennem az önkormányzatba, érdeklődtem a terület felől. Kié a terület? Főváros? Önkormányzat? Odaadják? Nem adják? Mit fognak szólni? És itt jutottam el Kovács Péter polgármester úrhoz, aki örökbe fogadta annó Benit, és az önkormányzat adta a nevét hozzá, hogy a sintérek ne vigyék el. És akkor azt mondta polgármester uram, hogy Edith, azt mondja, ez a terület a miénk, természetes, ez a kutya nagyon megérdemli. És így a területet az önkormányzattól megkaptuk. Tehát az önkormányzat pénzt nem adott, a 3 ember ingyenes munkája fekszik benne, és nagyon szépen köszönöm mindannyiunk nevébe, kutyások, gyerekek, emberbarátok, állatbarátok nevébe, Dudás József úrnak, Törley Mária művésznőnek és Juhász Lászlónak, hogy mindezt, ami örömünkre megtették. És tovább szeretném adni a szót egy kis műsor keretében Magnec Katalin művésznőnek, harmonika tanárnőnek, hogy egy kis zenével legyen kedves nekünk kedveskedni, illetve Beninek. Utána Dávidné Szeder Mária írt egy verset Beni életéről, majd azt legyetek kedvesek meghallgatni. Köszönöm. A Villő utca sarkon láttam meg először. Tekintetes termetét sűrűn borította barnás, fekete szőr. Szomorú szemei kérdőn rám meredtek. Póráz nélkül egyedül volt, ez felkeltette figyelmemet, kissé megijedtem, jó nagy ívbe kikerültem, féltem. Már megint egy kóbor ebb. Ezt a szép nagy lógófülőt vajon kiunta meg? Átvillant egy sajnáló gondolat bennem, de más egyebet érte nem tehettem, hát érzelmeimmel lapoztam, és tovább siettem. Aztán később megtudtam a rideg valóságot. Mondták, a gazdi meghalt, örökre távozott. Magányos kutyája pedig csak vár, egyre várja, hogy egyszer, mint annyiszor már, elébe toppan szerető gazdája. Sok elvarratlan szál maradhat nem várt halál után. Rendezetlen vagyon felett vitázhatnak bután. De az árván maradottak sorsára hagyása, gondoskodás nélkül utcára jutása, néma jajkiáltás. Ki tudná az eseteket közel és távolban összeszámolni, kóborló állatok siralmas sorsát végigkövetni? Van erre szánakozó empatikus érzelem mindenkiben, nem csak pár emberben. Tán elmegyek én is mellette, a segítségre szoruló állatot ott hagyom, mondván, ez hivatali kötelesség, nem az én asztalom. De megszólal bennem egy hang, a lelkiismereté. Az egész teremtett világ az emberé. Isten rábízta, hogy őrizze, gondozza. Ez a mi feladatunk. Mindenért a csodás földön felelősek vagyunk. Egymásért és állatokért, növényekért, virágokért, a levegőért és a vizek tisztaságáért, de legfőképpen a lelkek boldogságáért. Nem szabadna senkit sem szomorúnak látni, éhezőnek eledet, szomjazónak friss vizet kell adni, és becéző símogatást, féltő biztonságot. A szeretet parányi szikráját, mely elég, hogy a kétséget oszlassa, és megerősít abban, hogy lehet szép az élet e teremtett világban. És Beninek ez a megtapasztalás bőséggel kijutott, mikor a kerületi lakók szíve együttemre dobogott. Ez a tiszta szólam nemes tettekre buzdított sok fiatalt és időset. Egymás után tették Benivel a jó cselekedeteket. Volt, aki ételt vett, s belőle neki húst hozott. Másik takaróról, fekhelyről gondoskodott. Próbálták többen is otthonukba befogadni, gazdi helyett szerető gazdia lenni, de Beni hűsége nem fogyatkozott. Gazdájára minden nap kitartóan várakozott. Nem aludt a kutyaholba, amit a junior cég vett neki ajándékba. A kerítésen belül sem volt maradása, ha az ajtó be lett zárva, mert hogy ugorhat akkor az érkező gazdi nyakába? A gyámság bár nem kellett, de oly nagyon értékelte hozzá közel álló felnőtteket, gyerekeket. Példás életet élt, minden mozdulata érzelemről beszélt. Hozzá az emberek viszonya is hasonló lett ezért. Örömteli mindkét részről. Ez tűnt ki az alábbi karácsonyi történetből. Papírfenyőt állítottak neki a felnőttek, amit a gyerekek szépen feldíszítettek, ágaira színes képeket festettek. Az ajándékozásra mindenki összegyűlt, és jókedvel nevette, mikor a kutyus messziről is megértette, mert azzal szembesült, hogy itt minden róla szól. Ez a csoda neki készült. Nagy fülei szerte lengtek, ahogy boldogan rohanni kezdett, és szinte a levegőben úszva közibük termett. Nem szűnt a simogatás, a becéző szavak. Ő meg sorra tépte, bontogatta az ajándékokat. Egy kislány a mézes kalácsát is elfelezte vele. Nagy örömet adott kutyusoknak, embereknek, ez a karácsony ünnepe. Ami a történethez hozzátartozik szorosan, Benit az önkormányzat örökbe fogadta hivatalosan. Kapott, mint a többi kutya is, bőre alá csippet, hogy megtalálják, ha ne talán elveszett. És akkor láss csodát, mert nehéz ezt elhinni. Benike hálából odament, az örökbefogadó kezeit megnyalni. Ez volt a köszönet jele, mely kijárt máskor is a jótevőknek tőle. Ó, bizonyám, sokszor és sokan tettek vele jót, ha kellett, gyógyszert vettek neki, és ápolták, ha beteg volt. Árva Beninek lett nagy családja, ő lett a kerület, mindenki kutyája. S ha sétálni mentek a kutyatulajdonosok, Beni is élvezhette a baráti társaságot, mikor olyan természetes módon hozzájuk csatlakozott. Kutyabarátság a környék kutyáival így kiteljesedett, Benire minden más ebb tisztelettel nézett, nem irítséggel, hanem valamilyen titkos megértéssel. Kell legyen, sőt biztosan van mélyen gyökeredző állati bölcsesség, a faji összetartozás, egymásra figyelés nem csak bizonyos ösztönös jellemzés. Ez nyilvánvaló lett Beni életében, de elmúlásában még inkább. Utolsó idejében sem, amikor haldoklott, nem maradt magányos, elhagyatott, körülállták nagy részvéttel, akikhez hozzátartozott. Felnőttek, gyerekek, nagy és kicsi kutyák, megosztani, könnyíteni a búcsú pillanatát. Csendesen így elszenderült. Végre kivárta, hogy gazdájához került. In memóriám, nem lehet feledni, Beni tudott igazán odaadó lenni, szeretetért cserébe hűséggel fizetni. De virághelyet én Petőfitől szeretnék felolvasni. Kettő rövid verset. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy műsoron kívül, de annál nagyobb szeretettel és tisztelettel olvassak föl Petőfitől, úgy érzem ideillő. Két verset. A kutyák dala. Süvölt az ivatar a felhőség alatt, a tél ikerfia, eső és hószakad. Mi gondunk rá? Minek a konyha szöglete? Kegyelmes jórunk helyeztette ide. És gondunk ételre nincs. A gazdánk jól lakik, maradék még az asztalán, és a miénk a maradék. Az ostor az igaz, hogy pattog némelykor, és pattogása fáj. No de ebb csont befog. S a harag múltán urunk ismét magához int, s mi nyaljuk boldogan kegyelmes lábait. A farkasok dala. Süvölt az ivatar a felhőség alatt, a tél ikerfia, eső és hó szakad. Hihetlen pusztaság ez, amelyben lakunk. Nincs egy bokor, sehol, hol meghúzhatnánk magunk. Itt kívül a hideg, az éjség ott belül, s egy kettős üldözőnk kínosz kegyetlenül, s amott a harmadik, a töltött fegyverek. A fehér hóra le, piros vérünk csepeg. Fázunk, és éhezünk, s átlőve oldalunk. Részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. Az a helyzet, hogy amikor engem Edith megszólított, én nagy örömmel ezt elvállaltam, annál is inkább, mert Edith ezt nem is tudta, hogy gyerekkoromban első élményem volt, hogy megharapott egy pulikutya. Kicsi voltam, és én féltem a kutyáktól, és a nagyanyám még házában ott volt egy lakó, ahol mi laktunk, mellettünk, és volt nekik egy farkas kutyájuk, a hátsó udvarban volt a háza, és hiába magyarázták nekem egy kicsi gyereknek, hogy ez a kutya nem fázik télen, mert háza is van, meg bundája is van, de én ezt valahogy nem akartam elhinni, és télen fölvettem a cipőmet, a hálóingemre rávettem a téli kabátot, kilopoztam, és a kutyát behívtam a nagy gang volt a ház előtt, be volt üvegezve, ott volt egy asztal, egy jócska perzsaszőnyeggel letakarva, és a másik szőnyeget aláhúztam, és a kutya ott aludt éjszaka hajnalba, ezért én, aki pedig lusta voltam, és nem szerettem fölkelni, még mielőtt a család fölébredt, hogy a kutyát visszavigyem, persze aztán lebuktam később, de az a helyzet, hogy ekkortól nem féltem a kutyáktól, és nagyon szerettem. Ez az első kutya volt, akit szerettem. És amióta mi összeházasodtunk a férjemmel, akiknek köszönhetően a domborműnek az öntése, a növeti elkészítés, vagy az öntése, és ennyi csak a művészi munka. És mi most is azon tanakodunk, mert egy vagy két kutyánk mindig van, de farkasunk még nem volt. Beni természetesen ismertem én is, hiszen én is itt lakom a közelbe, gyakran járok erre, úgyhogy a történetét is ismertem. És most mi meg szeretnénk egy kis farkaskutyát, ami kis keverék kutyánk mellé, meg a két macskánk mellé, úgyhogy tulajdonképpen én is nagyon állatszerető és kutyaszerető vagyok, és szerintem is sokkal gazdagabb annak az élete, aki állatot tart. Nagyon sok állatot mintáztam már, a saját kutyáimat is, akik elmentek, de kakastól kezdve, hollón keresztül, gólyáig, rókáig, mindenfélét nem is tudnám összeszámolni, 15 biztos van, és nagyon igyekeztem, hogy ez a kutya legyen olyan, egy kicsit szomorú, de azért legyen benne egy pici vidámság is, és hogy mindenki örüljön neki, és Péter, fogadjátok szeretettel, és tartsátok rendben, és szerintem majd antigrafitivel azért lekenjük, ha bár szerintem nem lesznek olyan pofátlanok az írogatók, hogy ezt bántsák, úgyhogy majd lekenjük antigrafitivel is, hogy ne legyen semmi baja, és fogadják szeretettel, és remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog. Hölgyek, urak, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Először is hadd köszönjem meg mindenkinek, aki bármit is tett azért, hogy itt ez az emlékmű létrejöjjön. Elsősorban Kis Edithnek, aki a motorja itt a kutyásoknak is, meg Beni kutya emlékének őrzésének is, Törley Máriának, Dudás úrnak, Juhász úrnak és mindenkinek, aki szerette ezt a kutyát, a Villő utca lakóinak. És talán azt is elmondhatjuk, hogy nem csak egy kutyának állítunk itt emléket, sőt, leginkább nem csak egy kutyának, bármennyire is mindannyian kutyája volt Beni, hanem ez a kutya, ez nem egy egyszerű kutya volt, ezt önök talán jobban tudják, mint én, hanem ez a kutya a hűség példaképe, mintaképe volt, és nem csak a hűségé volt, hanem az emberi szereteté, a kutya-ember-kutya barátságé, és azért, hogy egy-egy dolog, egy-egy lény, egy-egy kutya is hogy össze tudja hozni a közösséget. Köszönöm még egyszer a Villő utcai lakóknak, hogy így gondozták ezt az ebet, aki független volt, de azért elfogadta a segítséget, aki hűséges volt, de nagyon szeretett mindenkit. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt létrehozták, ígérem, hogy vigyázni fogunk rá, szépen bevonjuk a antigraffiti felülettel, hogy senki ne firkálja össze, de szerintem nincs olyan élő ember, aki egy kutyáról állított emlékművet összefirkálna, legalábbis nagyon remélem. Szerintem nincs ilyen, bízzunk ebben. Kérem, hogy aki majd erre eljár, mindig az emlékezzen ne csak a kutyára, hanem a hűségre, és arra a mintára, arra a közösségépítésre, amit létrejött. Köszönöm még egyszer mindannyiuknak. Köszönjük szépen mindazt, amit értetettetek. Köszönjük. Nagy szeretettel Benitől. Ez tényleg Benitől van, mert sokan nem tudják azt, hogy Beninek volt saját pénztárcája. Ami azt jelenti, hogy azok az emberek, akik nagyon szerették, gondoltak rá, és mindig töltötték a pénztárcát, amit Leip Károlyné Zsóka írogatott a kis füzetébe, és ő volt az, aki mindig a megfelelő időben gyógyszerre arra adta a pénzt. Csonka Tárikának is köszönöm a munkáját, amit Beniért tett, hisz ő volt az, aki az élelmezéssel foglalkozott, ő főzött neki mindig finom vacsorákat, 6 órakor megjelent, és megvolt a ennivalója. És mindannyiuknak nagyon köszönöm a szeretetet, amit adtak Beni felé. Köszönöm az itt létet, köszönöm, hogy együtt örülhettünk, és együtt nézhettük ezt a megemlékezést végig, és köszönöm a polgármester úrnak is, hogy eljött.